Az idei 6. alkalommal megrendezett tolerancia tábornak körülbelül 200 fiatal résztvevője lesz mintegy 6 európai országból. A tábort idén is a tolerancia városában Topolyán szervezik meg. A tábor résztvevői Szerbiából, Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, Horvátországból és Németországból érkeztek. A fiatalok a 6 napos rendezvény keretében különböző műhelyeken és sporttevékenységek által ismerik majd meg régióik hasonlóságát és eltéréseit. Az lesz a feladatuk, hogy sajátos és közös jelmondatokat találjanak ki, amelyek a legjobban jellemzik a dunamenti régiókat. Mennyire toleránsak ma a fiatalok? Hát szerintem nagy a rész toleráns végül is, mert ugye együtt élünk ebben az országban, ugye több nemzet, és akkor mégis együtt tudunk élni, gondolom, kisebb problémákkal, de szerintem ez jól működik. Vannak, akik abszolút nem, hogy inkább ilyen vandalizmusból megy át az egész, de többnyire szerintem inkább. Még akik most így jöttek a táborba, azok is szerintem. A tolerancia tábort ebben az évben is Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházának és kormányának szervezésében és a partner szervezetekkel együttműködve tartják. A multietnikus légkörben edukációs, kreatív és szórakoztató programokon keresztül a fiatalok megismerik egymás kultúráját és szokásait. Sokan nem hisznek ebben. Nem hisznek a toleráns légkör létezésében, nem hisznek abban, hogy egyszerűen csak együtt lehet élni ebben a vajdaságban, és kvázi problémákat félnek felfedezni a tolerancia kérdéskörében. Nem így van. Én azt hiszem, minden józanul gondolkodó ember, polgár, mindegy milyen nemzetiség tagja, tudja és érzi azt, hogy egy toleráns légkör kialakítása mindnyájunknak az érdeke. Fontosnak tartom azt, hogy a mostani tábor egy innovációt jelent, ugyanis a dunai régiónak, vagy a dunamenti régiónak az imidzsével foglalkozik. Azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, ami az elkövetkező évtizedeket kell, hogy jellemezze. Ez egy közép-európai történet, egy olyan közép-európai történet, amelyikben nekünk vajdaságiaknak nagyon fontos érdekeink vannak. A különböző kerekasztal beszélgetések mellett esténként a zenés szórakoztató program részeként több neves énekes és együttes fog fellépni Topolya központjában.